אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, את המאמר אהבת השם Jó ואהבת reggelt הבריות, אנחנו mindenkinek! נמצאים בעמוד Bár a szomére, és ebben 484-ben, olvasunk a בכותרת Teremtő של פלטים szeretete בתורה, és a Teremtett Lényeg בן szeretete אדם לחברו. cikkből. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, קבלה A לעם, két rész a Tórában kabbala.com.il, שם תוכלו גם למצוא את résztől המאמר, גם folytatjuk. לשלוח אלינו שאלות. Kérdéseket לעת feltenni a הערות, kaptévén מוסרים, keresztül, ezeket כל מיני meghallgatjuk a שאלות. lecke során. אז שוב, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 484, בכותרת שני הלקים בתורה, בן אדם למקום, בן אדם Teremtő szeretete és a teremtett lények szeretete. Két rész a Torában, az ember és a teremtő, és az ember és az ember közötti rész. És látjuk meg, hogy a két rész van csak a Torában. Az első a micvot a teremtő és az ember között, a második micvot az ember és az ember között. Mind a kettő egy és ugyanez a dolog. Rav, a micvot vagy parancsatok, azok a cselekedeteket, amiket meg kell tennünk, hogy közel kerüljünk egymáshoz, és visszatérjünk a korrigált Adam Harishon szintjére. Tehát ezek az akaratunk ellen vannak, ugyanis az egónk folyamatosan növekszik, és megjelenik közöttünk. Adam Harishon törésének következtében az egó megjelenik köztünk, és növekszik, hogy belépünk egy olyan rendszerbe, visszafelé haladunk egy olyan rendszerbe, ami megelőzi ezt a törést. És ezért van, hogy az ember az teremtő és az ember az ember közötti parancsolatok, azok olyan cselekedetek, amik hozzak minket egymáshoz, és visszaállítják Adam Harishon korrekt formáját, a köztünk lévő kapcsolatok korrekt rendszerét, mint egy ember egyével. Folytassuk. Ez azt jelenti, hogy a valós célja ezeknek, a vágyott cél, azaz a lisma. Rav, hogy adakozzunk a teremtőnek pontosan 100%-kal abban a vágyban, ami ezelőtt egyéni vágy volt, de ezután közössé válik. És ezáltal kezdjük el érezni őt és egymást. Folytatjuk. Nincs különbség, az ember a barátjáért, vagy a teremtőért dolgozik. És ez azért van, mert az ember egy olyan természettel lett kifaragva, hogy minden, ami rajta kívülről származik, az üresnek és valótlannak tűnik a számára. Rav, ez mindegy, hogy kitől szerzek meg, csak azt számít, hogy többet vagy kevesebbet szerzek meg. És annak megfelelően, hogy én változom, ez irányába, vagy egy másik forrás irányába, ez mindez én megszerzési idén fényében érzekelem. És mi ugyancsak a módon fejlődünk, még hogyha ezt mondjuk, hogy rendelkezzünk-e az adakozás szándékával vagy sem, akkor ezt az én megszerzési edényemnek, az én kelimnek függvényében mérem le. Ahogy írva van, a bíró csak az a ítél, amit a szemeivel lát, amit a saját kezeiddel meg tudsz ragadni. Tehát ha mi... Igaz, az adakozás edényeimért dolgozunk is, akkor is az alapján dolgozunk, és az alapján számolunk, hogy mit szerzünk meg. Hogyha van egy csoport, ahol valami többet kapok meg, valami ezen felül, akkor ezt csak az én edényeimben érzékelem. Mondjuk azt, hogy jobban szeretem Nivert, mint Orent. Név megkap valamit, és ugyanazt a dolgot kapja meg, mint Oren. De én jobban érzem őt, én jobban tisztelem őt, tehát akkor én több örömet kapok névtől, és ezt az én edényemnek megfelelően mérem le. Ezért mondjuk azt, hogy nincs különbség, hogy te a teremtőnk kitől kap meg.
Mert ezt mint az ő edényének megfelelően mérle. Még egyszer. Tehát olvassuk ezt még egyszer. Tehát nincs különbség, hogy a teremény a barátjáért, vagy a teremtőért dolgozik. Ez azért van, mivel a természetünk úgy lett kifaragva, hogy minden, ami kívülről jön, az üresnek és valótlannak tűnik a számunkra. Csak az a fontos, amit megszerzek, teszi hozzá Rab. Folytassuk. És ez kényszerít minket, hogy Lod is megkezdjük a tanulást. És Rambam mondja, a bölcsénk azt mondták, az embernek mindig tanulnia kell a Tórát, még a Lod isma formájában is, mivel a Lod ismából érkezik el a lisma formájába. Ezért, amikor a fiatalokat, a nőket és az éles tudatlanokat tanítjuk, ők hát a félelem alapján tanítjuk, azért, hogy meg legyenek jutalmazva. Mindaddig, amíg összegyűjtik és meg nem szerzik a bölcsességet. Ezután apránként el lehet neked magyarázni, és mindennapivá lehet tenni ezt a témát, és ami könnyűvé nem válik számukra, hogy elérjék a teremtő szeretetét és szolgálják őt. Ugye itt ezek különböző szintek az emberben, a gyerekek, a nők és az ember, az az ember szintjei. Össze kell gyűjtenünk, és meg kell szereznünk a bölcsességet. És ez világos számunkra, hogy ezek a változások minden reformer fényből jönnek. Tehát úgy kell viselkednünk, hogy ez bárhazalom mondja, és leírja ezt a 10 firatalmanyag bevezetőjében, hogy az embernek hogy kell tanulni, és mennyit kell tanulni. És várnia kell, amíg elméri a lismát. Magára kell vonni a fényt, ami reformálja őt. Tehát meg kell szerveznünk a tanást ebben a formában, és ennek kell lenni az első struktúrának. Hogy helyesen készen álljunk a fény hatására. Az ember kérdezi, hogy kérdezheti, ez meddig tart. Megtaláltad ezt? Tehát van a teszve egy bevezető. Azok, akik szükség van, hogy mérnek a Tórában és a parancsolók, mi magunkra fogják fel, és nem tudjuk, hogy mennyi ideig tart. De hogyha több mint 5 éve tanulja, és még nem ért el, akkor ez a figyelmeztetésre kell lennie számára. Tehát ez arra figyelmeztet, hogy magára van fény. És ezért folytatjuk, az ember a szeretetben és adakadásban dolgozó barátja jelent, akkor az elérkezik a legmagasabb pontra, és beteljesíti a teremtő szeretetet és a teremtőnek való adakozást. Tehát nézzük, mit mond itt, mondja Rav. Tehát ugyanaz időben adakozik a teremtőnek, és beteljesíti ezt a munkát, és megelégedettséget ad az alkotójának. Ez azt jelenti, hogyha a közösségben, a csoportért dolgozunk, akkor azzal megelégedettséget okozunk a teremtőnek. Tehát ez ugyanaz az idő és hely, ahol dolgozunk. Tisztának és világosnak kell lenni, hogy ez edény korrekciója, akkor történik, amikor másokhoz kapcsolatom, és ezen belül fedezem a teremtőt. Mert a teremtő a bóre, gyere és láss! Ez a korrigált edény, ez a teremtő. Tehát értitek? Ez világos, nem?
Ez az, hogy a felső fény elérkezik hozzám. Hogyha mások szeretetének erdélyt megszerzem, akkor ebben ez az erdély mutatja meg nekem a Teremtőt. A Teremtő szeretetét. És ebben az állapotban folytatjuk, ebben az állapotban nincs különbség a kettő között, mert bármi, ami az ember testén kívül van, tehát az ő önmegszerzésén kívül, az ugyanúgy van megítélve, akárhogyha a barátjának adakozik, vagy a Teremtőnek, és ezzel megelégedettséget okoz neki. Ez világos, nem? Rav, kérdés csak. Benci. Tehát miért kell ezt éreznünk? Hát emeld fel a kezed. A korrigált edényt hívjuk a Teremtőnek? Oké. De mit árul fel itt? A Teremtőt árul fel. Ön ezt mondta korábban, hogy ezt beteljesítjük, hogy összegyűlünk együtt. Az ember fölmerült egy kérdés, hogy jutunk el az ember szeretetéből a Teremtő szeretetébe. Tehát elérem az ember szeretetét, akkor nem kell még 5 évet dolgoznom, hogy elérem a Teremtő szeretetét. Nem, ez ugyanaz a helyen és ugyanabban a pillanatban történik meg. Amikor beteljesít az ember szeretét, akkor egyúttal felfedez a Teremtő szeretet, és nem kell semmi más cselekedetet tenned ezen kívül. Mert még más embereket kell megismerned, vagy még több évet dolgozni. Tehát nincs itt semmi más mozgás, nincs más cselekedet, amit meg kell tenned. Tehát akkor a Teremtőt lény szeretére kell koncentrálnunk? Igen. És közben ennek ellenére szeretnék az, hogy tehát az emberek elképzeltenek, az ő létezésüket elképzelt. Nagyon sok testrészük van, nagyon sok részletük van, de miközben velük dolgozol, a szándékodnak annak ellenére, hogy elégedettséget okoz a Teremtőnek. עכשיו, הכוונה הזאת היא אבל מתלבשת כאילו אוטומט מלמעלה, נכון? אנחנו לא יכולים להתמקד ישר, גם בכוונה... אקור, אין זה סנדיק אוטומטיק שאין פנטרו, אתם כאן אין פוקוס על אתם, אין סנדיק ראה את פויטה בן. כן, בבקשה. אז נמיק, אז כיפה שכוויוג מניוג טובה מן מגרדיו. מה הכוונה אין הפרש? כן, יש ניב. באיזה מובן אין הפרש? מתיין, תעשו את נינצ' כולם שיג. Milyen kontextusban van mégis különbség? Vagy hogy milyen kontextusban helyez ez Bereszelem? Itt ezek a szavak, tehát nem jó, ezt nem tudom kifejezni. És nem vagyok azon a fokozaton, amint Bereszelem volt. Ez már itt egy végső munka. De ami itt Bereszelem elmagyaráz, az őszintjéről ezt én képtelen vagyok nektek elmagyarázni. A kérdés még egyszer. Mit jelent az, hogy nincs különbség köztük? Nincs különbség köztük, az azt jelenti, hogy ez ugyanaz az edény, tehát az emberek szeretetében felfedezed a Teremtő szeretetét. Felfedezed a Teremtőt, és dvekútra lépsz, összetapadsz vele. Mivel a teremtés az emberek szeretet azt jelenti, hogy hozzákapcsolod a rendszerhez, összekapcsolunk együtt ebbe a rendszerbe, és ebben itt felfedezted a felső fényt, ami el van rejtve ebben. De nincsenek más cselekedetek. Ez azt jelenti, hogy ha mindenkihez hozzákapcsolod, akkor eléred a Teremtő szeretetét. És ezt minden szinten képes vagy megtenni. עדיין יש כביכול את אהבת הבריות, ובתוכה מתגלה אהבת הבורא. כן, זה מיני גוד, אני קוראי את זה. מי סרטי, מן תארו שרתם סרטת? איגה, מרת אז האמבר סרטת, אז הכלי, אז עדיין, המפעל תארו. העליון, המעציל, הוא מתגלה לך ב... És akkor felfedezed a kiárasztót, a felsőt. Ez pontosan ebben az erényben fogunk megjelenni.
Tehát hogy várhatom el ezt? Hogy kezd meg? Itt felfedezzük a fényt magát, mondja Rav. A fény benyomásokat az edénynek. És ezt így fejezzük ki Gematriában. Hát nem tudjuk, hogy mi az elektromosság. Csak különböző jelenséget okoz. A vezetékekben, különböző tárgyakban látjuk, hogy tárul föl, de ezt nem tudunk megrendezni, hogy konkrétan mit jelent ez, nem manifestálódik. És ezt nem tudjuk megtenni egyetlen erőnél sem a világban. Nem ismerjük a valódi természetüket. Nem ismerjük a belső természetüket. Hát mondd meg nekem, hogy mi a gravitáció. Tehát el tudod mondani? Oké, ez húz engem. De mi húz? Miért húz? Tehát érted? Ugyanígy tárod fel a teremtőt is, ez az áldonos erő. Nem tárul fel magában, mert ez az acmut, az az ő lényegisége. Neked az eredményedet, ezt a kelémet kell felkészíted, hogy benyomásokat kapj ebbe. És ezen keresztül tárul föl számodra. Ez mutatja meg, hogy mi ez. A te benyomásainak megfelelően. Ezen keresztül tudsz eljutni a dvekut állapotába. Folytassuk. És ez az, amit Hillel Hanasi magára vállalt. Szeress fel a barátod, mint saját magad. Ez a végső cél a gyakorlatban. Ez azért van, mert ez a legtisztább formája az emberségnek. És itt nem szabad elmozdni a cselekedeteket, ami az ember szeme előtt foglalnak helyet. Tudnunk kell, hogyha bármi, ami megelőzi a saját szükségletünket, az már adakozás. Ebből ezért mondta Hillel, és azért határozta meg úgy a célt, hogy szeret az Urad a teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Mert ez valóban egy és ugyanaz a dolog. Rav, mivel te mondjuk azt, hogy a teljes edény, az a teremtő eszenciája, a teremtő megnyilvánása. Tehát ez valóban olyan, amit nem érzünk az életünkben. Miért? Mert képtelenek vagyunk ezt aktualizálni és megvalósítani. Csak egy sóvergunk rá. Folytassuk. És ez azért van, mert az embernek ugyanúgy kell szedni a barátját teljes szívéből, teljes lelkéből és teljes erejéből. Mert ez a jelentése a szavaknak, mint saját magadat. Végtére is bizonyos szertettel viszonyulunk a másik felé, lelkünkkel és teljes erőnkkel, de ezt a teremtőre kell vonatkoztatnunk. Mert az ember és az ember közötti parancsolat is azért lett megadva, hogy a teremtő szeretetéhez vezessen minket. Ezt mások felé kell végrehajtanunk, és teszteljük le, és meglátjuk, hogy működik. Ez világos, vagy sem? זה ברור, רק לא ברור למה יש חלוקה בין מצוות בין אדם לחברו לבין אדם למקום. אם בעצם הכל משתלם בין אדם לחברו. זה כפרנט של התוק? אתה קורא שזה אמר שזה אמר כזאת לעד בתי ישית אני? אם המצווה הראשונה, בשביל מה אני מתאחד עם... תוסלק אל תסתעד נוק. זה היה שום מצווה. מי את ליפק את שגרה בראטוקה? Ezt kérdezem tőled, hogy elégedettséget okozok nekik. Tehát akkor ez világos. Hogyha a barátokhoz kapcsolódok, és minden alkalom egyre közelebb és közelebb
kerülök hozzájuk, akkor ezzel megelégedettséget a teremtőnek. Mert egyébként miért kapcsolnak a barátokhoz? Tehát az egyetlen ok, amiért a barátokhoz kapcsolnak, ennek kell lennie. Mert ha az emberek nem kapcsolnak, ha nem azért kapcsolnak össze, hogy itt föltárják a teremtőt egymás között, akkor a kapcsolatuk össze fog omlani. Látjuk a világban, hogy ez hogy történik. Mivel az általános nem tolerálja, hogyha ez nem helyes a kapcsolat. Hogyha az emberek ennek ellen mennek. Látjuk, hogy mennyire össze vagyunk kapcsolva. És látjuk, hogy a világ korporálisan is összekapcsolódik, de ebből csak rossz származik. Rossz jelenségek. Látjuk, hogy ez hogy történt, amikor az emberek megpróbáltak összekapcsolni a világ történelembe. Kialakult a szocializmus, és kialakult a nacionalizmus. Mert a fejlődésnek annak kell lenni, hogy a teremtőt próbáljuk feltenni kapcsolatunkban. Ha az ember hozzákapcsolódik a barátjához, akkor nagyon sok részét tárol föl, és mert ez valami olyan, azért tárulnak föl, magyarabb, mert ezeket korrigálnod kell. Az ember és az ember közötti parancsolat. Csak azért, tehát az csak ez nagyon egyszerű, azért kell csak összekapcsolnod, hogy elégedettséget okoz neki. Tehát egy bébi, egy gyerek milyen? Mivel ad örömet az anyjának? Csak azzal, hogy létezik. Tehát, és ugyanígy, ahogy te kapcsolod a csoporthoz, és kapcsolod a tízeshez, ugyanígy örömet akarsz adni a teremtőnek. Nem tudod, hogy milyen örömet, hát honnét tudnád? És látod, hogy egy örömet a tízesnek és a csoportnak. És milliónyi örömet fedezel fel. És látjuk, hogy a gyerek is felemeli a kezét, sóvárog az anyjára, és ez örömet okoz az anyjának. Ez az első parancsolat. Ez a kapcsolat első cselekedete. Hogy az emberek szeretetén keresztül elérjük a teremtő szeretetét. Van egy másik kötelezettség itt, vagy másik zavar. Tehát az emberek nagyon sok mindent akarnak korrigálni. Miért nem tudja ezt minden ember megtenni? Az ember egy nagyon materiális módon áll a dolgokhoz, az értelmével, a szenvedéshez, és látunk, hogy minden reformál fényből jön, ami keresztül folyik rajtunk. És megadja nekünk a helyes megközelítést. A fény általad rajtunk, elérjük a nefes szintjét. És ez megtörténne, akkor ez megadná az egész világnak a kapcsolat. Érted ezt? És aztán meglátnánk, hogy kapcsolnának össze, hogy kapcsolnának az összes nemzet. És ezért kell látni, hogy mennyire összekapcsolt a világ. A fény megváltoztatná az egymás felé irányuló hajlamunkat. És reméljük, hogy ezt hamarosan elérjük. Jakókkal. Nem tudom, hogy szeretnék kérdezni. Mit jelent az, hogy a teremtett lény szeretet az egy kli, az egy etény? Ez azt jelenti,
שאהבת הבריות לא יכולה להיות אלא מטעם אהבה לבורא. הogy ez kényszerít minket, hogy elhozzuk az egész rendszert, Adam Harishon rendszerét a korrekcióba. Az ember eléri ezt. Mert az én, látni, hogy az én aktivizmusom a fény felé ugyanaz, mint mások felé. Tehát mi ez a fény? Egy benyomás az edényben. Tehát én nem mutatom ki a szeretetemet mások felé. Én a szükségemet mutatom ki felé. Miért nem vagyunk képesek egy közvetlen kapcsolatra a fénnyel? A teremtővel. Tehát tanuljuk, hogy nincs más rajta kívül, az első, meg az utolsó. Mit tanuljuk ezt? De amit elérünk, azt elérünk. Mondja, most hogyan vagyunk képes lenni? Hát ez nyilvánvaló neked, hogy ő jó és jó tevő? Vagy nincs más rajta kívül? Hogy vagy képes ezt elérni? Tehát az én szemem nem lát valamit, de nem látja a pirosat, akkor nem látja a pirosat. Akkor hogy nem mondhatom azt, hogy nézd ezt a pirosat, de nem látok semmit. Vagy mondjuk barát látok helyette. Akkor egyszerűen ezt nem látom. Tehát kell valami, hogy átámoljon az érzékelésen. És valamit okozzon. Tehát ez a legegyszerűbb dolog. Hogyan fejezem fel a jelenségeket, ami nincs az érzékenységben. Hát adj egy példát, hogy hogyan lenne lehetséges. Te egy nagyon technikai ember vagy. Te hogy fejezheted fel bármit, amit nem érzel? Hát képtelen vagy rá. Hát azt mondom neked, hogy én ezt érzem, vagy azt érzem, és te nem érzed. Akkor miről beszélünk? De akkor ezt nem tudom átadni neked. Az összes dolog, amire szükségünk van, hogy kifejlesztünk egy érzést, egy edényt arra a jelenségre, amit fel akarunk fedezni. Egy olyan jelenségről beszélünk, amit még nem érzünk, és képtelenek vagyunk rá. Minden itt van. Hát hol a felső világ? Itt. Hol a felső fény? Itt van. Nincs olyan nagy hely. Hát mire van szükségünk? Csak, hogy megragad ezt a helyes vágyon és a helyes edényen keresztül. Tehát akkor miért nem tudjuk ezt közvetlenül érzékelni? Miért nem, ezt a helyes edény miért nincs közvetlenül itt? Hát, hogy nincs más rajta kívül. Tehát ez minden, ami a személyben a kliének megfelelően történik. De ezt miért nem érezzük? Mert mi, mondja Rav, arról beszélünk, ami vánk változtat minket, ami irányít minket, ami megteremti a hiányunkat, és arról, hogy dolgoztunk ezzel a hiánnyal. Az a ponthoz vezet minket, ahol választásunk van. Most hol van választásunk? A környezetben, a csoportban. Ezt elmagyaráztuk meg nekünk. Pár szóval is elmagyaráztam az árvott cégben. És a szabadság cégben. Szabad választásról beszél, a szabadságról. És az árvútról. Ez ugyanazok. De hogy megragadjuk ezt az erőt, ami irányít minket, akkor lehet, hogy hoznunk ezt a klit. De abban a valóságban élünk, amit a Teremtő teremtett nekünk. Tehát miért nem tudunk ezen a módon fejlődni? Miért nem tudjuk ezt a beszélt? Mi minőségekről beszélünk, mondja Rav. És ezeknek az edényeknek ezeket a minőségeket kell irányítani. Tehát mit ad ez nekünk, amikor erről beszélünk? Mit segít nekünk? De neked ezeket meg kell szerezned, mondja Rav. Oké, de én ezt elvárom, hogy ezt, meg akarom ezt szerezni. Rav, de most ugyanazokat a kérdéseket kérdezed. Hogyha nem jelenik meg valami az edényemben, akkor nem tudom, hogy felépítettem ezt az edényt helyesen. Tehát ami megjelenik, az csak az edényem belül.
jelenik meg. Én imádkozhatok, így, én ezért a minőségét imádkozok, hogy ezek a hasonló tulajdonság megjelenjen bennem. Hogyan tudom ezt lemérni? Amikor egy valamilyen jelenség megjelenik a klíben, az edényben, akkor mondhatom azt, hogy igen, ez az edény helyes, mert megjelent benne ez a jelenség. Tehát van egy paradoxon. Tehát fény csak annak, nem az edénynek megfelelően tud lemérni, hanem annak a jelenségnek megfelelően, amit benned okoz. Tehát megjelenik a 10 szféra a 100%-ban. Azt honnét tudod? Hogyan mondhatod ezt? Hát képtelen vagy ezt. Tehát honnét tudod, hogy megépítetted ezt a klit a 100 gramnak? Hát csak úgy, hogy ez a 100 gram feltárul benne. És ezért imádkozol ezért a jelenséget, hogy ez megtörténjen. Ez nagyon fontos. Tehát ez világos? Talán. Tehát, hogy elvárjam ezt, és imádkozzak ezért a jelenségét, ez építi meg az edényt? Hát természetesen, mondja Rav. A fény építi meg ezt az edényt. Tehát akkor miért nem megyünk közvetlenül a teremtő felé? Hogy akarsz valami olyat, ami teljesen hiányzik belőled? Neked igazad van. Miért nem megyünk közvetlenül a teremtő felé? Miért a teremtett lények felé irányulunk először? Te meg kell értened, hogy a teremtett lények és az emberek felé irányuló szeretettel megtanuljuk, hogy mit jelent a szeretet maga. אבל מה המטרה של אהבת הבריות? אם זה השלב הראשון, מה המטרה של זה? מי הצי, הטרמתת לניאק סרטת אלה? זה איזשהו הלפת, עוד מגי פיטיוק, עשת זה עדינת, הטרמתו פלו. איגן, בסרטון כאלו על פנצינר. De még egyszer, ennek az edények a megépítése... Rav. Tehát... Mert egyre jobban is... Tehát nem, ez egy jó minőség, ez nem tűnik el, meg kell vizsgálni, és a te megközelítés helyett, és újra megvizsgáljuk majd ezt. Rav. Nagyon sok ember a világban úgy érzi. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sentent que quand ils font du bien, ils reçoivent du mal. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui sentent que quand ils font du bien, ils reçoivent du mal. בחזרה אני מקבל דפקרה. Tehát miért válaszoljuk, megpróbálnak úgy dolgozni, mint hogyha jót tennék mások egyszerűen, mégis rossz számadok. Mert az ő mások felé való hozzáállásuk nem teljes. Tehát mondjuk azt, hogy gyerekeim vannak. Én segítek nekik, megpróbálom őket a megfelelő módon viszonyulni hozzuk, és mégis ez rosszként tér vissza hozzám, rossz dolgok formájában. Miért? Tehát azért, hogy arra ösztönözöm minket, hogy még jobb módon viszonyuljunk hozzá. És úgy ez működik a társadalomban is. Tehát az ő felelősségről beszélsz, mert ez nem létezik, ez a teremtő. Terence, franciául kérdez. Azt mondjuk, hogy a barátok szeretetéből következik a teremtő szeretet. Tehát hogy lehet rossz, hogy én szeretek veleket? Föl kell emelkednem a rossz felé, amit tőlük kapok. Tehát nem neki kell téged szeretni, hanem neked kell őket szeretni. Hát és a teremtő megadta ezeket a feltételeket, ezeknek nem kell megállítani téged.
Hogyha látod az ellenállásokat, akkor tudsz fejlődni a Teremtő felé. Ezen a módon képesek vagyok még gyorsabban megvizsgálni a tulajdonságomat, és még gyorsabban kijavítani ezt. Tehát a negatív választ kapok tőlük, vagy a csoporttól, negatív viszonyulok hozzá, akkor ez azt jelenti, hogy még gyorsabban kell fejlődnöm, és ez visz előre. חשבתי שאהבת הבורא שאני מגלה זה אמור להיות דבר טוב שגורם לי לטוב. תתרם, תסתתת. אהבת חברים? Ez valamilyen ami jót okoz nekem? Hogy feltárad ebben a barátok szeretetét? Hogy hogy érted? Hogy beszélünk az emberekről a csoportra, és az emberekről a világban. Nem beszélek az emberekről a világban, mert ez más számítás. Az emberek a csoportban... Látnotok el, hogy mindenki képes elégetni a másikat. Igaz ez, Nép? Hát fejezd be a mosolygást. Tehát azt kell éreznet. Egy valódi gyűlöletet kell éreznetek. De még mindig itt vagy. Tehát vannak olyan akadályok, ami miatt elfuthatnál az útról. Hogyha érezed a valós gyűlöletet egymás között, és mégis itt ültek. Ezt kell feltárni. Hogy félsz a másiktól. Ez az a gyűlölet, aminek meg kell élni. Ez egy jel, hogy túl kell kerülnünk ezen. De világ felé nincs semmi probléma. Mi vagyunk a fényforrás a világ számára. Ahogy mi fölhúzzuk őket. Ez egy másik probléma. Olyan gyorsan kapcsolódj össze, amilyen gyorsan csak tudjad. És akkor látjuk, hogy a világ milyen állapotokban van. De ez nem is számít. Egy állandó állapotban vannak, csak mi egymás között tudjuk felfedezni ezeket a változó állapotokat. Tehát látjuk a fluktuációkat az őszintjükön. Majd meglátod, milyen állapotokon mennek keresztül, és ez hogy történik meg, és mi milyen állapotokon keresztül. Rav, az érzésem, hogy egészen mai napig, mint individuális atomok dolgoztunk a kapcsolat irányába, de most tízesekbe kapcsolódunk, és az anyag egy bizonyos új állapotot érjük el, és még erősebb állapotokat érünk el. Tehát ezt akarod ezt? Tehát gyertek el a kongresszus, és meglátjátok, hogy milyen erősen tudunk kapcsolni. De ne tízesen belüli kapcsolatban kapcsolatot szeretnék kérdezni. Amikor készültem a leckére, láttam Mosét, Los Angelesben, New Yorkban, láttam, hogy micsoda Ovent Kínában, az európai barátokat, láttam, hogy micsoda nagyszerű csoportok vannak. Tehát ez a... Én nem tudom elképzelni, hogy mint egy tízest. Tehát miért nem tudod elképzelni őket? Tehát valaki Grönlandon él, vagy így... Tehát én egy bizonyos tízeshez tartozom. Milyen felkészülést tudok tartani, ha... Hogy ez fölébresszem mindenkit, hogy ez egy általános fölébresztés. A felkészülés, ez egy... Ez nem csak egy felkészülés. Valójában egy vétes kapcsolatban vagyunk mindannyian. És nincs probléma, hogy ezt a szándékot megtartsuk egymás között. Én nem érzek különbséget.
Tehát ha megvan a spirituális szándék, akkor nincs különbség köztünk. Meglátjátok majd. Akkor nem a Földön vagyunk, hanem egymás között. Igen? Adjatok neki egy mikrofont és fordítsátok. Orosz kérdés. Tehát milyen edényt kell felkészítünk, egy megszerzőt vagy egy adakozót a teremtő felé? Ez nem is érdekes az edényben. A szándéknak az kell lenni, hogy megelégedettséget okozunk a teremtőnek. Ez azt jelenti, hogy megelégedettséget okozunk, hogy megszerzünk tőle. De ez a kapcsolat, amire sok szükségünk van. És hogyha szeretem a másik embert, akkor mind hogy adakozom, hogy megszerzem tőle, mert ez mind a szeretet jelei lesznek. Ez nem érdekes, hogy... kapcsolat. Ez a lényeg. Tehát mit jelent az, hogy egy kész edény? Hogy az edény készen áll. Ez azt jelenti, Magyarov, hogy ez azon a fokozatban van, az első fokozaton, a kapcsolat és a lenullázás első fokozatán. Tehát lenullázom magam, és arra sóvárgok, hogy belefoglaltassam magam a tízesbe, mind együtt legyünk, és elérjük, és megszerezzük ugyanezt, tehát együtt megszerezzük ugyanazt a lenullázást egymás között, és ezt nevezük az embrió állapotának. Ez az embrió, ahol a felső fény elkezdett felemelni minket. A felső elkezd felemelni minket. Én egy apró nukleus, egy apró mag akarok lenni csak ebben. Tehát befejeztük ezt a fejezetet. Musi. Minden, ami írva van, ez érthető, hogy éjszakabelisták, hogy tárták fel, hogy feltárták a kapcsolatokat az emberek között. Igen, Jarov. A kérdésem, hogy mi van azok az emberekkel, akik nem tanulnak. Sokak csatlakoznak majd hozzánk. שייכים גם כן לישר כאל לישראל, כן? וישנם כאלה שהם לא... תנולונג, תנולונג, יש ישראל לבנק, ישר אלי, הפי. זה מרגע שאנחנו נתחיל להיות ראש, שאנחנו נתחיל להתפתח בדברי, מדרגת העובר הלאה. אז כל העולם יתחיל להרגיש. כאלה כראש הרפתת. התורה בישראל, מה שנקרא. És akkor az egész világ elkezdi érezni a Tórát. Mi az, hogy Izrael? Ez azt jelenti, hogy ezek a szavak, hogy adakozás, szeretet, ezeket természetesen szerzik majd meg magyarra. Tehát akkor nekünk kell ezeket megvizsgálni? Kérdezi Musi. Tehát ez mindenkinek a munkája. Ez a munka. A rossz munkája, ez mire Simónnak megfelelően érkezik el hozzánk. Egyre közelebb kell húznunk magunkhoz más embereket, segítenünk kell nekik. Ez írja Izsaiás proféta, hogy ennek hogy kell megtörténnie. És minden, amit a rossz megszerez, azt terjeszteni kell. A gufnak, a testnek tovább kell adni neki. És szóval két úton tehetjük meg, hogy a behítő útja, a maga idejében, az elhessen a felgyorsítás útja. Látjátok az egész világot, látjátok a médiát. יזרקו אותנו מאום ומכל מיני דברים, אנחנו נהיה מבודדים ממש כי... ממש... אז אנסט...
és a világ nemzeti, hogy szeparálódnak egymástól. És minden a világháború felé rohan. Izrael szomszédai, amerikaiak, európaiak, az oroszok. Ezért kell nekünk ugyanitt, ugyan helyen megvívnunk a teremtő háborúját, azt a háborút, ami egymáshoz kapcsol minket. Mert egyébként a világ össze fog omlani. De az, miért a fejé válunk, elmertük az emberekhez, és összekapcsolat fel. Igen, mert ezzel felkészíted őket. Tehát miért csináljuk ezeket a dolgokat? Miért jelent meg a cikkem, ki vagytok Izrael népe, például a New York Times-on? Tehát miért írtam volna meg ezt a cikket? Miért tettem volna? Tehát nekem vannak barátaim, van támogatás van, hogy megértem ezt a szöveget. A felső fény elkezd dolgozni rajtad. Mindenféleképpen. Az ember, aki ezt hallja, vagy olvassa, vagy bármilyen módon hozzánk kapcsolódik, akkor ezen keresztül létrejön a kapcsolat, és a felső ezen keresztül egy átvezetővé válunk a számára, és a felső fény rajta ragyogni. Gyergom. No. What happens to those that are hellbound and bent on destroying us? Megpróbálok elpusztítani minket, ha jól értettem a kérdést. Akik megpróbálnak elpusztítani minket, ők ennek az elsők, akik segítenek nekünk megépíteni ezt az új oktatási rendszert. Fölépíteni az új világot. Ők nagyon erős edényük vannak, akik érzik, hogy mi vagyunk a rossz forrásai. Tehát jön a jó erő, de mi ezt blokkoljuk. Tehát ezért a rossz. Tehát ez mi szerinti, hogy sötétség forrása vagyok. Ez úgy érzem. Hát ezt csinálja a média. Látod, hogy mi történik a világban, és meg fogod látni, hogy az egész világ Izrael ellen fog fordulni. Mi más történik a világban? Mert érezni fogják, hogy mi vagyunk a gonosz forrásai. Ők egy jó életet akarnak, de te, mint egy kabbala tanuló, te érted meg, hogy csak mi. Természetes, mi értjük meg, hogy mi blokkoljuk a felső bőséget. És majd ők is felfedezik, hogy ha, ez a ti hibátok. Ez meg fog történni. És ők természetesen egy egoista módon eltávolítanak minket, megölnek. Hogy nem teljesítjük a feladatunkat. Ők érzik, hogy honnét jön a fény, vagy honnét jön a halál. Hogyha nem tesszük meg a dolgunkat. Itt ezen kívül nincs semmi. Tehát a zsidók megpróbálják ezt mondani, hogy semmi rosszat nem tettünk a világban, és mégis mi történik? Tehát mennyi technológiát adtunk nekik, mennyi Nobel-díjast. De meg kell értenünk, hogy te okozol minden rosszat a világban. És semmi nem fog segíteni, csak neked csak kivéve, hogy ha nem nyitod meg a felső bőség csatornáit. Mert egyébként el fogják pusztítani Izraelt és az összes zsidót. Mert ez egy természetes hajlam. Ez egy belső érzés mindenkiben. Ez mondhatjuk is, hogy vágy bennük. Ez egy természetes hajlam.
Ez egy fejlődés. Nézd meg, hogy mi történt 100 évvel ezelőtt Németországban. A legjobban fejlődött, és mitől a legdinamikusabban fejlődött, és hova vezetett a nácizmushoz és az antiszemitizmushoz. Ez pontosan azért, mert ők fejlődtek a legjobban. Tehát nem... Tehát mondjátok, hogy ország, Gána. Oké, vannak barátaink Gánában, van a csoportunk. זה גם כן דת שיצא ולשי קרדשק יש כי הכי קליפה הקבלה כזאת בקיצור אדם בקר אין לך ברירה תתרו אבידן מיסר בקר נינצ'ם ולסטשות צ'וק כוי קוריגלת מגד אין לי איזה את ודיוק אית מונדו אמריקאי ברדום נצרו מנירה טוב אנחנו סיימנו את השיעור, אז ברור לנו מה אנחנו צריכים לעשות. Tehát az első lecke végéhez érünk. Tudjuk, hogy mit kell tennünk a nap során. Mindenkinek. Együtt kell lennünk. Az egész nap során olyan reformáló fény befolyásolja minket. Bejelentések. Dr. Michael Lightman a 103 FM, és te Izrael idő szerint 8-kor. Mindenkit hívunk, hogy hallgassa meg. Megérteni az életet a kabalán keresztül, ez egy orosz nyelvű lecke. Mindenkit hívnak. Ashdodban ez kedden lesz. Mondják, hogy pontosan hol, és hogy ingyenes. Mondják a részleteket. ברוכים הבאים לעולם הקבלה. מכללת קבלה לעם מזמינה אתכם לשיעור היכרות מרתק על יסודות חוכמת הקבלה. הקבלה למקיבת מינדנקית. בעיר יוקנעם, יום שלישי, התשעה בפברואר, בשעה 19:00. במתנס, רחוב אלונים 45. Mondják, hogy hol lesz, és mondják az elérhetőségeket. Ingyenes a belépés. Mindenkinek egy csodálatos napot. Преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж.
Step into the light, because together we can.